Egy nap alatt nem derülhetett, hogy nem fog összejönni. Tehát, hogy nem veszi, egyszerűen nem veszik a fánkot. Bocs, te tudod, hogy mikor nyit a fánkozó? Létrehoztál árut. Ez azt jelenti, hogy tervezik, hogy megnyissák. Miért zárt be a fánkozó egy nap alatt? Rakásszal? Persze, még a hangom is elcsuklik, annyira rossz, mert látnájától rossz vagyok. Mondom, gyorsan megnyitottak, aztán hát, akár papírból problémák lehettek. Az kiderült, hogy technikailag miért van bezárva? Szerintem felújítják. Felújítják? Bocsánat, nem bajna Tima áruhában, nem? Én? Áruhában? Úgy nézek ki? De rajtam van egy gyémánt, látja rajtam? Hát én ebben nem foglalkozok, ne haragudj, és nem érdekel. Őszintén megmondom. De nézd, itt van. De nem, itt van. Volt, én eddig a Vajna Timán sem foglalkozok, meg Andri Vajnával sem. Mert? Mert nem az én stílusom, egyik sem. Melyünk az öltözködésével? Nem, maga, mint emberek. Ön megkóstolta Timike fánkját? Nem, én nem is akarom megkóstolni. Mert? Mert nem vagyok fánkos, meg a Timike fánkjából meg egyáltalán nem akarok. Ez most milyen, ahogy, miért vesz? Én újságíró vagyok, 24.hu-tól. 24.hu-tól szoktam olvasni. Hová fogom? Nem tudom. Én nem ide tartozom. Hát de abból innen jöttél ki? Igen, innen jöttem ki, de én fogom a nincsen. Ja, de hallottál bent valamit? Hogy tervezik azt, hogy kinyitják? Hogy készülnek a fánkok? Világon, nem tudok sem, uram. Hogy egy nap alatt mézerve egy bolt? Hát azért, mert kitört a botrány, mert minden a Varna családé. Hogyha nekem volna egy gyémánt üzletem és egy fánkos üzletem, a biztonságkedvéért inkább a gyémántot zárnám be, mert annak kevesebb a valószínűség, hogy a fánk üzletet kirabolja. Pillanatban tényleg azt hittem, hogy Timi jött be áruhába. Áruhába és üzébe, ilyen szakadt vidéki sztájba. Mennyi tojás se jelent meg, gondoltam, hogy most már fejleszti az inkognitót. Mennyi tojás se jelent meg, és gondoltam, hogy fejleszti az inkognitót. És ki volt itt a megnyitó? Én. Kis húgolzsák, na csak.